Sziasztok! Ez a videó az Origo nyelvvizsga szóbeli részével foglalkozik, egy általános bemutatót kívánok adni arról, hogy mi is történt ezen az Origós pikniken május 25-én, milyen instrukciókat adtak a vizsgázóknak, a leendő vizsgázóknak a vizsgabiztosok. Két vizsgabiztos tartott egy bemutatót, és tőlük lehetett kérdezni utána természetesen. Horváth Anita és Dezsényi István voltak az előadók. Nagyon jó hangulatban telt egyébként az előadás és a beszélgetés. Én is meg tudom erősíteni azt, amit az igazgató asszony a bemutatójában vagy köszöntőjében mondott. Az intézmény megváltozott, én szerintem a vizsgáztatók is másak, már hogy a stílusban másabbak lettek. Én is úgy vettem észre, hogy ők tényleg arra kíváncsiak, hogy mit tudsz a vizsgálni, és nem pedig arra, hogy mit nem tudsz, és nem a hibákat fogják nézni. Általánosságban azt mondták, hogy azért jó egyébként tanárral felkészülni, mert felkészülhetsz tanár nélkül is egy nyelvvizsgára, mert hogy legyen valaki, aki visszajelzést ad neked arról, hogy te elérted-e már az adott vizsga szintet. Idegen nyelven most már igazából meg lehet tanulni önállóan is, tehát az interneten rengeteg anyag áll rendelkezésedre, bármilyen idegen nyelvet választasz is. Vizsgázni viszont nem biztos, hogy le tudsz vizsgázni, anélkül, hogy felkészülnél egy vizsgára. Vizsgára is fel tudsz készülni önállóan, de azt lemérni már, hogy tehát megfelelsz-e az adott vizsgán, azt nem biztos, hogy egyedül le tudod mérni. Ugye az írásbelit azt valószínűleg le tudod, megoldod a feladatokat, megnézed a megoldó kulcsot. Ha mondjuk pont ugyanaz, akkor nincsen gondod. Ha nem ugyanaz, valószínűleg nem fogod szó szerint ugyanazt írni, mint ami megoldó kulcsban van, akkor már nem annyira könnyű eldöntened, hogy amit te írtál, az jó-e még? Hol a határ? A szóbeliről beszélve meg aztán teljesen elcsúsznak ugye a határok, nem tudod megállapítani egyedül, hogy az adott szintnek megfelelsz-e vagy nem, de erre mindenféleképpen javasolt egy felkészítő tanár, egy olyan felkészítő tanár, aki tisztában van azzal, hogy az Origo, mivel most az Origo nyelvvizsgáról beszélünk, tehát aki tisztában van azzal, hogy az Origo nyelvvizsgán mik a követelmények, melyek a szintek. Ez nagyon fontos, ő szerintük, szerintem is egyébként. Kitértek arra is, hogy mentálisan, pszichikailag készülj fel a vizsgára. Te ne csak nyelvileg, te összpontosíts arra, hogy te ezt a nyelvet tudod. Te vétesz hibákat, semmi gond, hiszen most itt B2-ről beszélünk, ugye B2-re készülünk fel, nem C2-re, B2-re. Abban benne vannak a hibák, és abban benne van az, hogy nem vagy tökéletes, vétesz hibákat, nem tudsz mindent úgy elmondani, ahogy azt a saját anyanyelveden tennéd, de ez nem gond. Készülj fel erre is, és készülj fel arra, hogy pozitív légkörben vizsgálsz. Próbáld meg súlykolni magadba. Te szereted ezt a nyelvet, ezért is ezt választottad a vizsgád nyelvének, és most végre lesz valaki, akivel beszélgethetsz erről, aki ugyanúgy szereti azt a nyelvet, mint te. Szuper, jó dolog. Próbálj meg a vizsgán is nem stresszelni, tehát hogyha ezeket próbálod magadban memorizálni, megerősíteni magadat, akkor nem is fogsz stresszelni, és ez nagyon jó hatással lesz majd rád is, meg a vizsgabiztosokra is. Gondolj csak bele, egy vizsgabiztos ott ül egész nap, egész héten, vagy akár több héten keresztül is az adott vizsgaidőszakban, és jönnek, mennek folyamatosan a vizsgázók. Neki is sokkal jobb egy pozitív, vidám, energiát sugárzó vizsgázóval beszélgetnie, mint egy olyannal, aki nagyon stresszel és hihetetlenül izgul, és nyilván nem jön elő belőle mindaz, amit tud. Nyilván minél pozitívabb vagy, annál nagyobb része a tudásodnak felszínre fog kerülni. Ha a vizsgán valamit elrontasz és korrigálod magad, az jó. Ne félj attól, hogy úristen, elrontottam, de nem jó, ne javítsam ki, hát ha nem vették észre, észreveszik. Ne aggódj, észreveszik, hogyha valamit nem jól mondasz, de nem fognak szólni, meg nem fognak strigulát húzni, tehát te se fogod észrevenni, hogy valamit elrontottál.
Ha csak magadtól észre nem veszed, ha észreveszed, kijavítod, szuper, ne aggódj, ez jó dolog. Arra kíváncsiak, hogy mit tudsz. Ezt többször is hangsúlyozták, nem arra kíváncsiak, hogy mit nem tudsz, és nem fogják megkérdezni azt a szót, nem erőltetik feltétlenül, hogy mondd ki azt a szót, hiszen nem tudod, semmi gond. Én voltam úgy egyébként annak idején, most hirtelen eszembe jutott, nem tudtam egy bizonyos szót, és ugye arra próbáltak rákérdezni, de hát mi az, de hát ugye így, és én hát nem tudom a szót, akkor nem tudom elmondani nyilván. Ez még szerintem egy alapfokú volt egyébként annak idején, ahol meg teljesen természetes, hogy nem tudok bizonyos dolgokat. Szabadon beszélj arról, ami eszedbe jut. Az adott témával kapcsolatban természetesen, tehát ne legyen az, hogy te elhatározod, hogy te most mindenféleképpen a, nem tudom én, a kertészkedésről fogsz beszélni, és akkor is, hogyha teljesen más a téma, az ételekről kérdeznek téged, vagy nem tudom én, vásárlási szokásaidról, mindig a témához kapcsolódóan beszélj, de nyugodtan legyél kreatív, és dobd be ötleteket, egyéb gondolataidat. Kezdeményez. Legyél aktív. Ne csak a minimum válaszokat add meg egy-egy kérdésre, hanem tegyél hozzá még egy picit magadtól. Jó? Tehát, hogyha megkérdezik mondjuk, hogy mi a hobbid, ne csak azt mondd, hogy hát szeretek olvasni. Tegyél hozzá még. Tegyél hozzá több dolgot is, vagy mondd el azt, hogy mit szeretsz olvasni, mikor olvasol, mit olvastál utoljára, miért azt szereted olvasni. Rengeteg dolgot hozzá lehet még tenni. Otthon nem agolj be témákat. Nem agolj be témákat, mert ez nem olyan, mint egy érettségi vizsga. Tisztelet a kivételnek, annak a helynek, ahol nem így zajlik, de nagyon sok helyen úgy zajlik egy érettségi vizsga, ugye, hogy megkapja, vagy kidolgozzák a diákok a tételeket, megtanulják, bemagolják, és azt az érettségi vizsgán visszamondják, hát úgymond visszaböfögik, és akkor megvan az érettségi. Ez itt nem az, tehát itt arra kíváncsiak, hogy hogyan tudod használni a nyelvet. Ha bemagolsz valamit, nagyon kicsi a valószínűsége annak, hogy pont egy olyan dolgot kérdeznek, vagy pont olyan témáról van szó, amihez te azt hozzá tudod fűzni. Ha minden témáról bemagolsz valamit, akkor igen, tudod, de mi van, ha kérdeznek? Mi van, ha belekérdeznek? És olyat kérdeznek, ami neked nincs ott bent a bemagolt szövegedben, vagy nem úgy van benne. Nem ez az idegen nyelvi kommunikáció, hogy bemagolunk valamit. Ne tedd ezt. Azt persze megteheted, hogy otthon hosszabb, rövidebb paneleket gyártasz magadnak, szószerkezeteket tanulsz meg, akár egy mondatot is megtanulhatsz, és hogyha olyan a szituáció, akkor azokat előhúzod és használod. Az oké, okay, de hosszabb szövegeket semmiféleképpen nem magolj be. Vizsga előtt azonban érdemes átgondolni azt, hogy miről fogsz majd beszélni, amikor bemutatkozol, illetve ugye témalista alapján, amelyet már az előző videóban említettem, témalista, amelyet megtalálsz az Origo nyelvvizsga honlapon is, onc.hu. A témalista alapján menj végig ezeken a témákon, és próbálj meg mindenről beszélni. Érdekes dologként azt is elmondták, hogy a vizsga igazából, ugye most a szóbeli vizsga, a szóbeli vizsga rólad szól. Igaz, hogy van egy kötetlen beszélgetés, egy úgynevezett képleírás, nem is úgy nevezik, de most hívjuk képleírásnak, és egy szituáció, amelyben megadnak különböző fix pontokat, de a vizsga mégiscsak rólad szól. A képleírásban is te hozzáteheted, beleteheted magadat. Hozzáadhatsz asszociációkat. A szituációban meg aztán pláne ott is le van írva fixen, hogy mikről kell beszélni, de nincs ott az, hogy mikről lehet még beszélni, amit te vagy. Nyugodtan add hozzá ezeket az értékeket. Csak jó fog belőle kisülni. Ha tetszett ez a videó, kommentáld. Ha nem tetszett, akkor is kommentáld, kérlek. Ha tetszett, akkor oszd is meg lájkold. Minél többen tudják meg, akik esetleg Origo vizsgára jönnének, mennének, hogy miből áll ez a vizsga. A következő részben részletesebben beszámolunk a képleírásról. Sziasztok!